Az áprilisban, majd szeptembertől bevezetett módosításokat követően 2025. januárjától újabb hálózatbővítést tervez Székesfehérvár önkormányzata a helyi közösségi közlekedésben. Ezúttal elsősorban Alsóvárost, Maroshegyet és Fecskepartot, illetve az innen induló járatokat érintik a változások. Lesz egy körjárat, ami a 11-es, 12-es egyfajta hurkot fog majd alkotni a Sóstóipari parkon keresztül, ami segíti majd az orvosi rendelőt megközelítését, az iskola megközelítését. A 32-es, amely szeptember 1-től műszakokra megy ki, meg szeretnénk gyakrabban, tehát minden órában ki fog majd menni a vasútállomásra, a Sóstóipari parkba, így a Őrhalmi Szőlők Alsóvárosnak lesz közvetlen vasút elérése. Nagyon régi igény a Fecskeparton élők részéről, hogy legyen közvetlen piactér autóbuszállomás elérésük. Jelenleg ez csak műszakokra adott a 12Y, illetve a 15-ös járattal, tette hozzá Mészáros Attila, aki kiemelte, a 34-es járatot szeretnék átalakítani, ami a piactér irányába közlekedik majd. Ugyanakkor Maroshegy járatait is bővítenék azzal, hogy a 26-os A-jelű járat a Tóvárosi lakónegyed és a Jancsár út után az Orsovai útig is kimegy majd. Ami nagyon fontos, hogy ezzel a változással elmondhatjuk, hogy a külső városrészekben, azaz Öreghegy, Köfém, Ráchegy, Fecskepart, Móri út, Feketehegy, Szárazét és Maroshegyről a reggeli 6 és 8 óra közötti csúcsidőben 15-20 percenként lesz járat. Tehát legalább a városközpontig, de több esetben az átmenő járatokkal akár a célállomásig is közvetlenül el fognak tudni jutni iskolába, dolgozni, munkahelyre az ott élők. A tervezett módosítások éves szinten plusz 70 ezer kilométer menet teljesítményt jelentenek. A közlekedők szeptember végéig a városi honlapon keresztül ismerhetik meg részletesen és véleményezhetik az új menetrendet. Ahogy korábban, úgy most is rendelkezésre áll egy utazástervező alkalmazás, ahol leolvashatók a tervezett indulási idők, és amin keresztül jelezhetők az észrevételek egészen szeptember 30-áig a képernyőn látható e-mail címen.